nélkül, majd a Dóri pedig majd új Balázsa tárgyi foglalkon. Előadásokat. Sziasztok, Kolesz Állandás vagyok. Két e-mail címmel soroltam föl, amúgy egyik sem a munkáltatom, mert ahogy a Feminél dolgozom, földmérési és távérzékelési intézet, aminek sajnos kevés köze van a témához, de azért téminformatikusként dolgozom, csak a maga a téma nem egy oda, ez nem oda, ottani vagy oda való dolog, viszont azért sok köze van ahhoz, hogy tehát azért fontosnak tartom megjegyezni, mert amit itt csinálok, vagy látok, az mind szabadidős tevékenység, bár tizenvalahány éve történik a turista utakú, körülbelül 2003 óta, 12 évvel ezelőtt alapítottam, vagy alapítottuk. Nagy múltra tekint vissza, meg tök sok minden látható belőle a neten, viszont tök fontos leszögeznem, hogy ez nem egy üzlet, meg nem egy ilyen, tudom én, szóval pénz nem nagyon van körülötte, meg nem is lehet belőle megélni, viszont annál lelkesebben csinálom én, meg csinálják mások, akik ebben benne vannak. Az, hogy miért turistoknak és OpenStreet nev egyszerre, az nagyon hamar ki fog derülni. OpenStreet nevet láttatok már, így néz ki általában, turista utakút is láttatok már. Tegye fel a kezét, aki nem látott még turista utakút, nem meri senki fel, de akkor keresztpróba kéz, aki látott már turista utakút, és akkor több van, tök jó. Tehát akkor tudjátok, miről beszélek. Ugye így néz ki a turista utakú, legalábbis úgy néz ki, mintha turista utakú lenne, de talán látszik a tartalomból, főleg aki közelebb ül, hogy olyan dolgok is megjelennek ezen a képen, ami a turista utakúnak sose volt tartalma, például a Présházak Badacsonyban egyenként, vagy kicsit töményebben mondjuk Tapolcán összes épület. Honnan kerül akkor ez ide, hogyha ez... Mit is látunk tulajdonképpen? Turista térképet, OpenStreet mapet, vagy kataszteri térképet, mármint ilyen ingatlan nyilvántartás, vagy honnan van ez az egész? Fönt ki is írtam, megfejtés, OpenStreet map. Ez csak OpenStreet map adat. Tehát amit itt látunk, jó, nyilván az OpenLayers JavaScript megjelenítőnek ez a nagyítás, hogy nem, meg a jobb alsó sarokban a permanent hivatkozás kivételével, minden OpenStreet map adatból készült ezen a képernyőképen. A jelzett turista utak piros kiemelése, a jelzés képek, piros sáv, kék sáv, stb. Jelzés. Na jó, csaltam, a szintvonalak nem, meg a domborzat árnyékolás, az EU-ben szabadon használható domborzat modellből generálódott. De amúgy az összes földút, itt elég sok van belőle, és házszokatokhoz vezet. Ez mind benne van az OpenStreetMap-ben, hogyha megnézitek OpenStreetMap-ben, fogjátok látni, ha nem is ebben a jelkulcsban. Ezt az osm.turistautok.hu-n láthatjátok, hogyha nyilvános felületnek tudjátok nézni, ugyanez mondjuk a Pilis-Visegrádi egységből tök jól néz ki. Az a helyzet, hogy a párhuzamosság nem véletlen, tehát nem véletlenül nagyobb, hasonlít nagyon ez a két dolog egymásra, csak próbálom. Erről a turista utakú meg az OpenStreetMap tök ugyanazt csinálja, és csinálta egy bizonyos ideig párhuzamosan. Arról van szó, nem akarom nagyon újra felolvasni azt, amit úgyis láttok a képernyőn, hogy térképezzünk. Mégpedig nulláról, mind a kettő nulláról kezdte, nem volt olyan, hogy na most akkor vesszük a, mit tudom én, a kartográfiának, vagy a akármilyen egyéb magán térképező cégeknek az állományát, és akkor azon digitalizáljuk, vagy már digitálisan kaptuk volna, nem kaptunk itt semmit sem, csak azt kaptuk, hogy menjünk, azt mérjük fel, hogyha bírjuk. Tehát fogtuk a hátizsákot, a kis GPS-einket, egyet hoztam mutatóba, de hát na már, tudom, szóval 10 évvel ezelőtt még érdekes volt az, hogy így elővettem egy GPS-t a táskából, és akkor megmutattam, hogy lássátok, képzeljétek el, ez mutat pozíciót valós időben, és tud rögzíteni útvonalat, mert ma már mindenkinek legalább egy van a zsebében, hanem kettő, és ez ugyanolyan minőségű nyomvonalat tud húzni, például az én mostani telefonom, meg annak a, nem akarom a márkáját mondani, de piacvezető túra navigációs jártónak a legjobb készüléke, ami erre alkalmas, már az újak is csak rosszabbak. Tehát ezt a kettőt, hogyha így végigviszem egy hátizsákba, és utána a GPX fájlokat összehasonlítom, nem bírom megmondani, melyik a jobb. A másik telefonnak sem merem megmondani a márkáját, mert ez nem egy reklám dolog, de az a lényeg, hogy ma már mobiltelefonnal, névi odafigyeléssel, meg mondjuk nem mindegy, hogy tartom GPS-t a
hátizsákban olyan minőségi nyomvonalat lehet húzni, mint GPS, tehát ilyen cél GPS-ekkel. Ezt interneten szervezzük, térképezünk, önkéntes munkában végezzük a felmérést, tehát onnan lesz turista útvonal, vagy végigmegyünk rajta, és nem csak végigmegyünk rajta, hanem nyitott szemmel járunk, felrajzoljuk egy kis papírra, én oda szeretek jegyzetelni, van, aki közvetlenül, mit tudom, hogy megszerkeszti egy online alkalmazásba, a tabletjén, bár ez szerintem extrém dolog, hatáság azzal foglalkozni egy kirándulás közepén, vagy megjegyzi, vagy lefényképezi, vagy rámondja egy diktafonra, hogy jobbra itt egy magas les, és egyébként ez a 123-as pont, vagy nem is mondja, nem is rögzít sorszámot, hanem az alkalmazásban közvetlenül az útponthoz rendel egy hangfájt, ezerféle módja van, az a lényeg, hogy rögzítjük valamilyen személyes terepi adatgyűjtés folyik, és nem csak azt rögzítjük, hogy ott van, hanem tulajdonságait is rögzítjük, fedett magas les, ilyen magas, zárt magas les, stb. És nem csak magas les, nyilván egy csomó mást is. Ami nem csak azt jelenti, hogy jelzi, tehát mikor turista térképet csinálunk, vagy bármilyen térképet csinálunk, mondjuk itt visszamegyek egy-két diát, ahol megy a, most van, amely megy, próbálom egy másik. Ajjaj, megdöglött szegény. Segél, semmi. Hát akkor vagy előkapom az én gépemet, vagy innentől kezdve. Na most van, akkor jól lehet, hogy elvitte a most megint tekertem egyet-kettőt, úgy néz, amit itt látok, ez nem úgy néz ki, hogy összeraktunk, mondjuk, mit tudom én, jelzett turista utat, és csak azt jártunk be, és akkor attól lett az ott, hanem igenis, a, még nem is tudom, talán 10 évvel ezelőtt még a akkori 4 éves fiammal, aki most már majdnem 14, mentünk végig a vasútvonalon, és raktuk ki eléggé svarcba a GPS antennákat a tetőre, és lett abból jó minőségű vasúti felmérés, és így tovább mindent. Ami ezen van, azt valaki vagy bejárta, vagy utóbb OpenStreetMap-en mondjuk esetleg Behold kép alapján meg tudta szerkeszteni, de az a lényeg, hogy minden alatt, tehát a teljes országos közúthálózat, vasúthálózat, minden így lett. Ezért mindenhol, ahogy csak megyünk, tehát kirándulásra már az odafelé autózás, buszozás, vonatozásnál is megy a GPS, és rögzít, és abból dolgozunk. Ami nem mérhető, meg nem is mérhető, mert nem érdemes, az a felületborítás, tehát hogy hol van erdő, hol van víz felület, azt elég bénán a CLC-ből, ami a Korean Land Cover nevű európai adatbázis, azt be lehet importálni, de hát azt is állandóan javítgatjuk a helyi mérésekből. Szintvonalakat már mondtam, hogy tömborzat modellből van, és ezt ugye közzé tesszük. Most az, hogy ingyenesen vagy szabadon, az a turista utakó esetében nem volt egyértelmű, ingyenes volt, de nem volt szabad adat, az OpenStreetMap még mindig is az volt, nem tud szabad licensz alatt. A turista utakó megelőzte az OpenStreetMap-et, sőt még a Google térképet is, sok mindent megelőzött, korát is egy kicsit, de aztán utána nem sokat fejlődött, mert csak adat van, de tehát zárt maradt, meg mindenféle bajai voltak. Meg rajta maradt a turista utak név, ami egy kicsit szűkítette azt, hogy igazából ez egy országos alaptérképé fejlődött. Miközben az OpenStreetMap is megalapította a maga országos alaptérképét. Tehát egy olyan kettősség történt, alakult ki hirtelen, hogy volt egy turista utakú egy olyasmi tartalommal, amit most az OpenStreetMap-ben látunk Magyarországról, meg volt egy OpenStreetMap, ami pedig ugyanazt a területet képezi le, ugyanúgy közösségileg, ugyanúgy, minden ugyanúgy van, csak az a különbség, hogy az egyik az itt van, a másik ott van. Az egyik beleintegrálódik egy, ha ide mutatkozott turistát, akkor nem integrálódik bele egy világméretű rendszerbe, csak az országot tartalmazza, míg az OpenStreetMap pedig egy tök világméretű rendszernek az elválaszthatatlan része. Tehát minden, amikor valaki OpenStreetMap-et használ, az OpenStreetMap adatot látja, míg a turista utakú állománya az egy ilyen szigetként nem sok, tehát sok embernek láthatatlanul marad, és nem tudják, hogy egyáltalán van, vagy ha tudják, hogy van, és tudják, hogy ez föl van mérve itt is, ott is, akkor na vajon melyikben van jobban felmérve, menjünk túrázni a Börzsönybe, nézzük meg, hogy néz ki OpenStreetMap-en, hát mit tudom én, ez a rész jól néz ki, menjünk túrázni ugyanoda a turista utakú térképét is megnézzük, hát ott meg a másik fele van jól felmérve, mondjuk ugyanannak a helynek, lehet, hogy ezt is megkérdem. Az a lényeg, hogy nem mindegy, hogy melyiket néztük, mert nem volt azonos a két állomány. Jó lett volna megtenni 2009-ben ezt, vagy 2010-ben, vagy milyen hamarabb,
de nem tettük meg. Megpróbáltuk összeolvasztani, csak az OSM próbálta meg beolvasztani a turistautakót, de sokszor visszautasítottuk, vagy visszautasították, ellenezték, mert irigyek voltak emberek, meg tudtam én ezt se tudták képzelni, hogy az OpenStreetMap egyáltalán hogy fér bele egy jelzett turistaút. Én 2013-ban kezdtem OpenStreetMap felé nyitni, és nagyon megtetszett, és elkezdtem csak azzal abban szerkeszteni, és azt határoztam el, hogy legyen minden olyan adat benne az OpenStreetMap-ben, amit eddig csak a turistautakról tudott, jelzett turistautat, csomó apró földutat, amelyeket nehéz felmérni, és sok kézi munka árán lehet csak felmérni, és nem látszik zűrholdképről sem. Lett egy kis flame, illetve nagy flame, 9 hónapig vitatkoztunk azon a fórumon, 2014 nyarától 2015 februárjaig, hogy mi legyen, nem akarták az emberek. Ellenségesnek tekintették a turistautakú szerkesztői az OpenStreetMap-et, mert azt gondolták, hogy ez valami olyan konkurencia, amivel őket lemossa a terepről, pedig egyáltalán nem arról lett volna szó, hogy csak úgy, az egyik, hogy a turistautakú új állomány, tehát azt a különbözetet, amivel több a turistautakú állomány az OSM-nél, azt egyszerűen be kell tenni az OpenStreetMap-be, és utána azt használni a turistautakú is. Ez lett volna a cél, ezt mondtam egy fél hozzászólásban 2014 nyarán, és óriási flém lett abból, hogy jöttek szempontok, hogy miért érdemes szerkeszteni. Néhányat felsorolok, az idő előre haladta, miatt csak slágvortokban, hogy nagyon fontos, hogy műhagyképet is lehet használni, nagyon fontos, hogy nagyon jó szerkesztőfelületek használhatók, és sokan tudnak egyszerre dolgozni, mert nincs zárolás. Az OpenStreetMap-et úgy lehet szerkeszteni egyszerre többen, egyik sem zárva egyetlen területet vagy objektumot sem. Persze optimistic log, vagy nem log, de optimista szemléletű a változás, tehát az ilyen párhuzamosság kezelés. Ha valaki már módosított, mire én feltöltem, akkor nekem szól, hogy most gyere el késtél, és akkor most hozd össze a dolgot. De nem kellett hozzá zárolni. És ami a zárolási hibákat, vagy az ilyen ellentmondásokat megelőzi, hogy minden töréspont szinten van változás követés, tehát nem egy vonalnak például megteheti azt a szerkesztésben az egyik fel, tehát a egyik vonalnak, ugyanannak a vonalnak az egyik felét szerkeszti valaki, a másik felét egy másik, és hogyha nem szúr be egyik se új töréspontot, csak toligálja ide-oda, akkor ez nem ütközés, mert csak töréspontokat mozgattak, és az utat nem változtatták meg. Nagyon fontos, hogy az OpenStreetMap nyílt licenszű, szabad licenszű, illetve turistautakú, akkor még nem volt az. Nyilván, hogyha a turistautakú áttér, akkor neki ez problémával is jár, meg újdonság, meg össze kell olvasztani két állományt, de azért ezeken a problémákon ilyen angol nyelvtudás hiánya, meg alkalmazkodni máshoz, azt gondolom, hogy túlléphetőek, és sokkal fontosabb, hogy egy nagy adatbázist legyen, mint sem, mondjuk, mit tudom én, egy különállóságot megtartsunk. Na és aztán letelt ez a, mondjuk gyereket ki lehet oldani ennyi idő alatt, 9 hónapos vita után megnyílt az Open Database License alatt a turistautakú. Mindentől kezdve készítettünk egy API felületet, amin át lehetett tolni, utána most is használják aktívan, mert ez szerintem egy éves folyamat lesz, mire az összes jelzett turistaut és egy csomó ösvény mellette, meg egyéb info, POI, nagyon sok magastesek, meg források, ilyesmi átkerül. Még van, aki szerkeszte turistautakú, naponta 2-5-5 ember, miközben az OpenStreetMap-et 30-40-50 ember szerkeszti egy nap, tehát egy 10-szeres arány simán megvan a kettő között, ami azt jelenti, hogy mennyivel jobban halad az OpenStreetMap, ez Magyarország területére értendő persze, tehát nem attól nagyobb, hogy az OpenStreetMap nagyobb területet fed fel. Eddig beszéltem arról, hogy két forrásból gyűjtöttünk, vagy két adatbázisban gyűlt adat turistautakúban és most már OpenStreetMap-ben. A kettő mögött ugyanaz a technológia működik. Már említettem, hogy saját terepi felméréssel dolgozunk, tehát elsősorban az kerül bele az adatbázisba, amit mi terepen látunk. Az a izgalom, vagy nagyon érdekes benne, hogy én a terepen, a túrázom, ugyanúgy dolgozom, ugyanúgy figyelek, ugyanazokat jegyzetelem, ugyanaz történik. Mutatok néhány fontos szempontot arra, hogy hogyan is készül egy ilyen turista térkép, hogy aztán OpenStreetMap adat
kint megjelenhessen, és felhasználható legyen, és részletes legyen, és pontos. Ilyen tereptárgyakat rögzítünk, ezek a leggyakoribbak, mert hát nyilván van egy csomó egyéb tereptárgy is, ami a turista utakúban is megjelent városi környezetben, meg az OpenStreetMap aztán meg főleg minden sok mindent tartalmaz városban, de az erdő, mező általában ilyen turista környékeken, mondjuk ez az, amivel leginkább találkozunk. Ezeket igyekszünk mindet föltérképezni, mégpedig úgy, hogy ha valakinek szüksége van egy bizonyos tematikára, most még gyorsan visszalépek, tehát például azt szeretné, hogy ha visszafele ez nem annyira megy, hát akkor majd egyszer. Tehát, hogyha valaki le akarja kérni mondjuk Dunai hegység összes magaslesét, vagy Magyarország összes magaslesét, vagy Európa összes magaslesét, az OpenStreetMap-ből ugyanazon a területen meg tudja tenni. Úgy megyek, hogy amikor tervezem a túrát, tehát megyek a túrán, elindulok úgy, hogy el környéken szeretnék túrázni, akkor nem tudom előre, hogy merre fogok menni, mert pont az úthálózat ismeretlen. Hiszen egy csomó térképből is megnézhetem, hogy körülbelül mik az utak, de mindig találhatok még egy ösvényt, még egy valamit, ami új, mert egyik térképen sem volt rajta. Az a cél, hogy egy olyan térképet hozzunk létre, ahol ilyen nem történik, tehát majd meglegyen egyszer az úthálózat, de amíg még nem jártam ott, addig a számomra ismeretlen, tehát valahol egyszer csak egy olyan helyzetbe kerülök, hogy két út áll előttem, az egyik talán rajta van az OpenStreetMap-en, a másik nincs rajta, nyilván azon fogok menni, ami még nincsen, hogy megismerjem azt is, és aztán vagy be tudom járni aznap az egészet, és akkor tisztázom a helyzetet, vagy pedig nem tudom bejárni, és akkor legközelebb már tudom, hogy még mi mindent kell elvárni. Fehér foltokat megszüntetve, és még visszaérjek sötétedés előtt, vagy mire haza kell érni. Ez elég komoly rutinom, vagy hát most már tudom, hogy körülbelül mi alapján. Most ment vissza. Amúgy csak, ha megint eltérsz. Önálló életet. Se egész, semmi. Akkor beszélek ilyen diák nélkül, hogy magát. Á, jó. Álló dolgot rögzítek, lehet, hogy átugattam néhány diát, de nem baj, mert az idő úgyis nagyon telik. Rögzítek GPS nyomvonalakat piciben, meg nagyobban is megjelenik ez a három kép. Rajzolok füzetve vázlatokat, és készítek fényképeket. Ezeket viszem aztán haza. Azért viszek több nyomvonalat egyszerre, tehát itt most egy GPS-t hoztam el, ilyenből van még otthon három ugyanilyen, meg még régebbiek, azokat már kevésbé viszem, mert csak súly lenne, mert most már mobiltelefonokat is viszek magammal, tehát általában ilyen 6-8 nyomvonal készül egyszerre, aminek az az értelme, hogy több nyomvonal, sokkal több információt hordoz, mint az egy, pontosabban lehet meg szerkeszteni a térképet, és egyből látszik a hibája. Itt van egy jó példa, azt látjuk, remélem hátul is látszanak a részletek, hogy van nyíllal követni, de az most itt nincsen. Itt fönt van az izgalmas, hogy most akkor ez hogyan is ível, ott látszik, hogy van egy nagy ellentmondás, vagy például itt, ahogy elindul az út, van egy, ami úgy kiesik nagyon éjszakra a többihez képest. Ha csak az egy lenne, akkor annyi lenne a hibánk. Hogyha, mivel látom azt, hogy van még... Most csak annyira zavar, hogy ha balra nézek, akkor halkabb vagyok. Na most talán így jobb. Tehát annyi lenne a hibánk, amennyit ott az egy nyomvonal úgy feltér, miközben az a három másik, az sokkal jobban hihető, azok nagyon együtt vannak. Ez olyan hiba határ környéki, tehát azt gondolom, hogy akkor jó egy felmérés, hogyha olyan a GPS hibájánál nem vétünk nagyobb hibát, ez egy ilyen szokásos erdei lombbal burított környéken olyan 2-3-4 méter, legrosszabb esetben 5, és mivel több GPS-en van, ezért általában egy olyan 1-2 méterre ezek a nyomvonalak jók, és eléggé alakhűek is, főleg akkor, hogyha még jegyzetelek is hozzá, ami nem egy high-tech dolog, egy egyszerű fehér iskolai füzetről van szó, aminek az a tulajdonsága, hogy minden információt föl tud venni, és tényleg kifejezetten jól, tehát pont arra való, amit én föl szeretnék venni. Egy tabletet nem tudnék félbehajtva a zsebembe betolni, meg hogyha annak el, tehát hogy mondjam, lemerülne az akkumulátora, meg elszáll belőle az adat, akkor az csúnya lenne. Itt legfeljebb annyi történet, hogy elvesztem a füzetet, szerencsére ilyen még nem történt, de hát amint hazaérek, akkor ezt beszkennelem és archiválom, mert különben tehát több információval a füzetben, mint a nyomvonalban. Ez elég fontos, mert hogy utána aztán meg kell valahogy, ja, és fontos, hogy miért is jegyzetelek, nem csak azt, hogy mivel, tehát amikor ott állok a terepen, akkor azt látom, hogy van egy
Tehát lerajzolom, van egy nagyon egyszerű kereszteződés, azt is le lehet rajzolni bénán is, meg jól is. Tehát, hogyha csak azt írom le, hogy elindul egy út jobbra, akkor azzal nem mondtam meg azt, hogy milyen szögben indul az az út, és az az elinduló út, az merre ível. A legritkább esetben indul a terepen így egyenesen jobbra egy út, hanem általában úgy néz ki, hogy mondjuk leválik az addigi nyomvonalból, és egy ilyen jobbos ívvel elindul. Vagy mondjuk egyenes az út, és így a másik út meg így indul el, jobbos, valós, nem mindegy, mert hogy főleg, hogyha nem járom be, akkor főleg nem látom. Amíg be is járom, nem biztos, hogy a sok GPS ellenére az a nagyon pici ív, ilyen 1-2 méter után aztán áthajlik egy másik ívbe, stb. Ezeket csak úgy tudom jól felrajzolni, hogyha erről van egy ábrám. Tehát úgy értem, hogy térképet utólag akkor tudok szerkeszteni belőle, hogyha én ezt a terepen már megnéztem, hogy jobb, hogy is van, most akkor a magas les az a jobb oldali úttól jobbra van, vagy a két út között van, vagy hol is volt. Nagyon jól el tudom helyezni a modellt, azt, ami alapján aztán hogy megrajzolom ezt a bizonyos térképet a számítógépen, már a terepen megszerkeztem, és az alapján már a számítógépen nem lesznek olyan kérdéseim, amit utólag már hiába teszek fel magamnak vagy a fényképeimnek, ha nem látom, nem láttam. Ha viszont megrajzolom a terepen, úgy papíron, akkor az, amit ott fölmerült kérdés, ott már is meg tudom válaszolni, hogy hol is van, ott van, oké. Ezt már akkor minden is mondtam, így néz ki a füzet. Itt mondjuk látható egy ilyen visszaforduló, ez sokszor van ilyen, hogy itt erre fordulnak vissza, mint olyan vadász viszi az etető, itt mondjuk egy magas les, és akkor oda idáig bír menni, utána már bemegy egy ösvényen. Itt van az a bizonyos útkereszteződés, ami így indul, és nem mondjuk egyenesen, vagy a másik irányba, hidak, meg itt mindenféle ilyesmit. Ja, az ívekről már beszéltem. Igen, tehát nem mint például egy tök egyenes utat, azzal tudok tök egyenessé tenni a turista térképen, vagy bármit az OpenStreetMap-en. A GPS az így megy rajta, mert még véletlenül sem megy egyenesen egy erdőben. Azt mondom, hogy itt az út vége, az ív vége, ott odáig egyenes, a kettő között nyíl egyenes. A GPS ugye így megy egy pár méteren belül. Azt én egyenesnek fogom megrajzolni, mert tudom, hogy azt én annak láttam. Lefényképezem a minden kereszteződésben minden irányt, ebből tudom, hogy milyen út volt, milyen széles, beosztjuk különböző hát ilyen rendőrségű, ilyen fontossági sor. Itt látszik itt a háttérként használt ábrán, hogy itt például ezen még autóval is simán lehet menni, még oda is lehet menni, de ez azért egy gyengébb földút, tehát itt azért az úgy látszik, hogy ott problémák lehetnek. Csomó adatot tartalmaz a fénykép, érdemes ilyet használni. Ez egy kaptajás dia, ez arról szól, hogy vannak olyan adatok, amiket kapunk. Hál' Istennek például a Győr-Sopron Évenfurti vasúttól kaptunk pályatenket, egy gyakorlatilag vasút térképet mondjuk, meg azóta kaptunk a Mavirtól távvezetékeket, amit azért nehéz terepen máshogy megmérni, ha csak nem megyünk végig hosszában, de ez nem mindig lehetséges. Vannak rossz példák, akik meg fikiszt mutattak, sajnos ők nem. Pedig a Mavir az egy hát mindegy, ez egy másik cég, vagy hát állami cég, de ők meg magánkézben vannak, ők azt mondták, hogy bocs, de nem adunk távvezetéket. Török Bálint adott ortofotót, ez most megint nem teljesen turista térkép téma, de igazából mégis az, hiszen láttátok, hogy épületeket is teszünk föl, és szeretnénk szépen fölteni, sőt, ez simán azt hiszem, hogy Török Bálint valamelyik felén az utcának jelzett turista út is van, mert a végén megy ki az erdőbe. Mivel az OpenStreetMap közös, tehát nincs olyan, hogy turista térkép, meg nem turista térkép. Attól, hogyha rendbe teszem a utcát, ilyen nagy felbontású ortofotó alapján, akkor a turista térképet is rendbe tettem, és fontosodik, és minden a helyére kerül. Bátorítok mindenkit, hogy szerkesszen maga is. Bízom benne, hogy szoktatok kirándulni, meg úgy jártok, ismertek helyeket. Könnyen, közvetlenül, akár böngészőből szerkeszthető, egyszerű regisztráció, szavazom, bárki bele tehet bármit, nem fogják kimoderálni. Nincs olyan, hogy majd jóvá hagyják, azonnal megjelenik be, mint hogy azonnal az adatbázis része lesz a változtatás. Ha esetleg valaki mégiscsak azt mondja, hogy ez mégsem úgy volt, akkor majd lehet, hogy kijavít, de azért általában ez csak ilyen súlyos esetekben szokott megtörténni. Ugyanúgy működik, mint a Wikipédián, hogy ha valaki változtat, azt megteheti, legfeljebb visszaírják, mert a változás vezetés. Nagyon sok tematikát tartalmaz, én itt most erről beszéltem elsősorban, de nyilván, hogyha én mérek egy földutat, ami más gyalogolni, mert nem jelzett turistaként akar menni, vagy éppen autózni akar a
pécsei szőlőhegyen, mint ahol ez a háttérkép így készült, vagy éppen lovagolni akar, vagy éppen a hajóról kíváncsi a Balatonról, vagy az a szőlőhegy kié, vagy éppen átrepül fölötte, azoknak ez mind hasznos. És ez a sok tematikájú megközelítés, ez mind ugyanabban az alaptérképen képződik fel az open screenben, amiből például ez a képernyőkép készíthető éppen turista tematikával, de bármilyen előző felsorolt szempontok szerinti tematikával is készíthető. Van kérdésetek? Lesz open screenben mellé, hogy turistás vagy ilyen? Mit értesz az alatt, hogy lesz-e... Egyrészt, bocs, hogy elemzem a kérdéset. Ja, értem. Az OpenStreetMap.org az nem az egyetlen felülete az OpenStreetMap-nek, de ott, azt nem mi határozzuk, meg javasolni tudjuk, de nem biztos, hogy elfogadják, mert... De van ilyen járkezdeményezés? Az OpenStreetMap.hu-n például van egy külön réteg, azt kicsit jobban befolyásolni tudjuk, ott igen, ott van, és akkor bekapcsolható. De ez még nem jelenti azt, hogy csak ott jelenhet meg a turistok, mert éppen például ez az... térkép turistoktól, vagy OSM turistoktól oldala, az egy külön rendel, tehát ez független az OpenStreetMap központi, tudom én, megjelítésétől, és akkor az nem is rétegként jelenik meg, hanem tökre integrálva a térképbe. Tehát pont ezen a felületen a turistajelzések ki se kapcsolhatók, tehát nem egy külön réteg, hanem szervesen benne van, és akkor az utca lesz olyan színű, és nem csak ráteszi mondjuk kitakarva az utca nevet, hanem akkor az pont... Csak szerintem az legalább olyan hasznos tematika, mint a biciklis tematika. Szerintem is, de nehéz meggyőzni arról a világi közösségét, hogy egy hatodik megjelenítés is vele tegyenek. Megpróbáljuk, ez jó ötlet, köszönöm. Nézd, és ott van hát a kérdéseket az időszorításon, mert szerintem javaslom, hogy akkor utána gondolom, hogy itt. Igen, itt kint vagyunk egy nagy Balaton poszterrel. Megtaláltam bennünket, Open Street Map felirattal.